Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Egyházunk a mai napon Szent Mihályra, Szent Gábor, Szent Ráfael főangyalokra emlékezik. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmaz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmaz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. A mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Nehemiás könyvéből. Hazatérésének történetét így beszéli el Nehemiás, a perzsa király pohárnoka, az Úr választott embere. Artaxerxész király uralkodásának 20. esztendejében történt, Niszán hónapban, a tavasz havában. Egyszer éppen bor volt a király asztalán. Fogtam a bort, és oda nyújtottam a királynak. Azelőtt sohasem voltam szomorú, de a király akkor megkérdezte tőlem, miért szomorú a tekinteted? Beteg vagy talán? A szívednek valami bánata lehet. Nagyon megijedtem, és így szóltam a királyhoz, királyom, élj örökké! De miért is ne volna szomorú az arcom, amikor az a város, ahol atyáim sírjai vannak, romokban hever, és kapuit tűzemésztette meg. A király erre megkérdezte, mi a kívánságod? Én akkor segítségül hívtam az égistenét, és ezt kértem a királytól. Ha jónak látja a király, és szolgálja kedves előtte, akkor küldje el engem Júdeába, hogy a várost, ahol atyáim sírjai vannak, újra fölépíthessem. A király, aki mellett ott ült a királyné, megkérdezte tőlem, mennyi időre tervezed utadat, és mikor térnél vissza? Meghatároztam egy időpontot. Ez megfelelt a királynak, és megengedte, hogy elmenjek. Még azt is kértem a királytól, ha úgy tetszik a királynak, adjon nekem leveleket a folyón túli országrészek kormányzói számára, hogy engedjék meg nekem az átvonulást,
amíg hazámba, Júdeába vissza nem jutok. Továbbá levelet Aszafhoz, a királyi erdők felügyelőjéhez, hogy adjon nekem épületfát a templomhoz tartozó erőd kapuihoz, ahol majd lakni fogok. A király mindezt biztosította nekem, mert fölöttem volt az én Istenem jóságos keze. Ez az Isten igéje. A Zsoltár válasza, ragadjon ínyemhez a nyelvem, ha megfeledkezem rólad. Ragadjon ínyemhez a nyelvem, ha megfeledkezem rólad. Babilon folyói mellett ültünk és sírtunk, Sion városára emlékeztünk. Hárfáinkat tűzfákra függesztettük azon a földön. Ragadjon ínyemhez a nyelvem, ha megfeledkezem rólad. Mert akik elhurcoltak minket, dalt akartak hallani tőlünk. Elnyomóink öröméneket követeltek tőlünk, daloljatok nekünk Sion dalaiból. Ragadjon ínyemhez a nyelvem, ha megfeledkezem rólad. Ragadjon ínyemhez a nyelvem, ha nem emlékezem meg rólad, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Ragadjon ínyemhez a nyelvem, ha megfeledkezem rólad. Alleluja, alleluja! Mindent elvettettem, sőt szemétnek tekintek, csak hogy Krisztust elnyerjem, és ő hozzá tartozzam. Alleluja, alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőlésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van oduja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtani. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki. Te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az evangéliumban meghívás történetek hallatszottak, az olvasmányban pedig folytatódik az a perzsa időszak, amelyet Ageus prófétával kezdtünk, majd pedig Zakariás próféta következett, aztán pedig Ezrás és Nehemiás könyvéből voltak a következő részek. Ez igazából a perzsa kornak azok a könyvei, amelyeket a Szentírás hitelesnek, mondhatjuk úgy is, hogy kinyilatkozott igazságnak tartanak. Perzsa időszak jellemző vonása, hogy visszakerülhetnek Babilonból, a fogságból, és ehhez a mai részlet abban segített, hogy miképpen kellett elképzelni egy befolyásos személynek, aki közel volt az uralkodóhoz, miképpen kerül mégiscsak bánat, a fájdalma a mindennapi politika asztalára, és így eljut végül is oda, ahová szeretne, mert hallotta a hírt, hogy milyen rossz állapotban van Jeruzsálem. Az időszak 538, amikor nagyjából elfoglal a Kürosz Babilon városát, majd pedig eltelik néhány év, 515 körül Krisztus előtt fölszentelik a templomot,
Ugyanakkor megáll az építkezés és a város falai, és mondhatjuk úgy is, hogy a hatalmasabbak, az erősebbek, akik pozícióra törekedtek, elnyomják azokat a kisebb, pénztelen embereket, akik nem tudtak megfelelő hatalomhoz jutni. Ezért aztán, mikor hallja Nehemiás, mi is történik Jeruzsálem városában, akkor szomorú az ő arca, és erről számol be a mai olvasmány. Ezek után kell hazamennie, lemérnie mindazt, amit építeni akar, a falakat, milyen állapotban vannak. A hagyomány szerint még lovának a megtorpanásáról is hallunk, ahol tovább már nem tudja mérni a falakat, mert olyan sziklához, olyan hasadékhoz ér, ahol nem tudja már pontosan elvégezni a munkáját. 52 nap alatt ugyanakkor védekezniük kell a szomszéd népek ellen is, akik meg akarják akadályozni, hogy Jeruzsálem vezető szerephez jusson. 52 nap alatt építik föl a hagyomány szerint a városnak a falait, amely aztán védelmül szolgál. Szeretes kispap imája. Uram, felét fordítottad arcodat, megszólítottál. Azt mondtad, hogy aki az eke szarvára tette kezét, ne tekintsen hátra, különben nem követhet téged. Követtelek. Bár tudtam, hogy a rókának odújuk, a madaraknak fészkük van. Neked és a téged követőknek pedig sokszor annyi helyük is alig akad ebben a világban, ahol fejüket lehajthatnak. Vagyonom nem volt, ettől nem kellett elszakadnom. De anyám, apám, testvéreim, barátaim, akiket el kellett hagynom, még fájnak, főként értetlenségük bánt. Pedig hozzájuk is lesz majd küldetésem. Bízom benne, hogy segítségeddel előttük is tanúságot tehetek majd szelíd hatalmadról. Hogyan fognak majd megérteni azok, akiket még nem ismerek? De követségedben hozzájuk is el kell mennem. Megnyugtat ígéreted, amelyet az apostoloknak mondtál. Elég neked az én kegyelmem. Erőd leszek erőtlenségedben. Három követésről beszél az evangélium, egyiket Jézus szólítja meg, másik kettő pedig követni akarja Jézust. És Jézus ezzel szemben hangsúlyozza, mi mindenről kell lemondani. Mi mindent kell föláldoznia az ő követőnek. Amit szeretek csinálni, amit jól csinálok, amire a világnak szüksége van, amiért megfizetnek. Mind-mind összekapcsolódó tételek a meghívás történetében. És ebből lesz küldetés, ebből lesz az a krisztusi szenvedés, amelyet Jézus már az őt követőknek előre megmondott. Ebből lesz hivatás, és ebből lesz előbb-utóbb imádság is, amely minden egyes papnak, szeretesnek, hívőnek az életét meg kell határoznia. Jézushoz vezető út egyben lemondás saját elképzeléseinkről, arról a kis gondolatról, arról a kis magunkról, amelyet mindenképpen szeretnénk megtartani. Meghívás történet egyben az angyalok ünnepéhez kapcsolódva, Isten elküldi Gábor angyalt, Ráfaelt elküldi gyógyítani és vezetni, Mihályt elküldi, hogy megmutassa erejét és hatalmát. Mind a mai napig egyházunk ezeknek az angyaloknak nyomában akar szolgálni, segíteni, egyházát építeni. Amen. Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért a Szent Fia életét áldozta. Krisztus egyházának egységéért, békéért és szüntelen növekedéséért kérjük Urunkat. Az egyház pásztoraiért,
a Szent Atyáért, a püspökökért és papokért kérjük Urunkat. A hívek közösségéért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg. Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus a mi Urunk által. Áldott vagyunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. Áldott vagyunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Felajánljuk neked, Istenünk, a dicsérő áldozatot, és kérve kérünk, hogy azt szívesen fogadd, angyalaiddal vitest fölséges színed elé, és fordítsd üdvösségünkre Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mi angyalaidban és főangyalaidban is téged áldunk, a te nagyságodnak és dicsőségednek hódolunk, amikor teremtményeidet, a hozzád hűséges angyalokat tiszteljük. Bár őket is nagy tisztelet illeti, te végtelenül nagyobb vagy náluk, így mindennél fölségesebbnek vallunk téged Krisztus, ami Urunk által. Az angyali seregek ő általa mondanak néked áldást, és téged imádva mi is lelkesen hozzájuk társulunk, velük együtt dicsérünk és hálás szívvel mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Mindenség Ura Istene, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldottak jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk föl neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen szolgáddal, Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról! Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében és hódolatukat bemutatják neked az örök élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról,
valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésük ad, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáitól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről és ajándékaidból fölajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézz kegyes és jóságos szemmel és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, melyet főpapod, Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk. Szent angyalod, vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színelni, hogy mi, akik erről az oltáról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmatból mégis bocsáss-e minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól,
Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged. Mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk. Mennyei kenyérrel tápláltál minket, Istenünk.
Engedd, hogy ennek erejében megújulva, angyalaidnak hűséges oltalma alatt bátran haladjunk előre az üdvösség útján, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.